biztos megjelentés, hogy nem mondok. Nem hallani. Bekapcsolta? És lehet hallani? Igen, hangosan kell beszélni. Bennem van a hiba. Tehát elkezded újra. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm, hogy a gondolat kiadó nevében, abból a megkötető alkalomból, hogy egy újabb könyv jelent meg nálunk, talán tudják, hogy melyik, de mégis elárulom, se szabad, hogy is kutatom. A Kerékpáci Szabolcs Tükörképek című kötetét. És hát természetesen a kiadó nem akkor boldog, hogyha mindent elmondanak egy kötetről, hanem fölkelték az életet. Hát úgy látszik, itt már pusztán elég volt beharangozni, hogy van egy ilyen könyv, és ez mozgosította reményem szerint az olvasótábort. Nem bírtam megállni, mert láttam tegnap a kirakatban, hogy milyen kirakatot készítettek ehhez a könyvhöz a íróboltjánál. És hát ugyan prózában megírta a szerző, de most ahogy Dante megírta a Istenes Szíjakék pokol részében, az ugyanúgy kezdődik, mint ahogy az ő könyve, és szerint is... Nem lehet érteni. Nem lehet, szó se lehet érteni. Közel kell tartani. Bocsánat, ez sokkal jobb. Tehát az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Ó, szörnyű elbeszélni, mi van ottan, s milyen sűrű kúsz a vadon, már rágondolva leszketek legottan. A halál nem sokkal rosszabb, tudom, de hogy megértsd a jót, mit ott találtam, hallanod kell, mit láttam az úton. Tehát itt, amikor néha úgy tűnik föl, különösen az első szociográfikus résznél, hogy a szerző tintája csak sötét és fekete, igazából nem lesz szól ki belül, de hogy mi is, meg milyen kérdések, hogy mifelé fog a beszélgetés elfajulni, én magam is kíváncsian várom, de az első kérdezés jogát átadnám Iványi Gábor lelkész úrnak, hogy ő szabja meg, hogy merre felé haladjunk. Jó napot kívánok én is mindenkinek, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy Kerékpáci Szabolcs könyvével kapcsolatban én is itt ülhetek annál az asztalnál, ahol kérdéseket lehet feltenni. A végén nyilván a nem asztalnál ülők is kérdezhetnek, mert ez így van rendjén. De én szeretném ott elindítani a kérdést, hogy kik is az ajánlottjai, megszólítottjai, kiknek ajánlja a szerző elsősorban a kötete. Ugye az ember élet felén sötét tintával írva a könyvet, mégis kislányaimnak, Imolának és Melindának, ez van itt az ajánlásban. Itt vannak kislányai, Mola és Melinda? Itt vagytok? Mert az én kérdésem az, hogy nyilván belelapoztak ők is a könyvbe, hogy megítélésed szerint mennyit letettek ők ebből a könyvből, vagy a te életed egy nyitott könyv ő előttük, és lehet, hogy a könyvet nem értik még, és azon nem csodálkoznék, de kibontakozik előttük valaki, aki Kerék nagypapától kezdve, az az egyik leghosszabb rész a könyvben, kisgazda képviselőtől kezdve a hősig, aki a első világháborúban átölt kézzel, holdallal, mégiscsak fölmászik a csúcsra és megpróbál egy teljesen értelmetlen kétségbe esett rohamra elindulni, és én benne látlak téged, Kerékpápában, és ebben a tűzben, aki átlőtt kézzel is fölmászik még egyszer csak azért is a dombra, hogy aztán 30 kilométeren át hordáljon, cipeljék haza. És lehet, hogy nem tőled kéne kérdeznem, hanem Imolától és Melindától, hogy lányok, mennyit értetek a papából ennek a könyvnek alapján? Azért mégis téged kérdeztem. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a megtisztelő jelenlétét minden kedves vendégnek, és külön köszönöm Bácska István igazgatórnak és Iványi
Gábor lelkész úrnak, hogy megtisztelték a jelenlétükkel, szavaikkal ezt az eseményt. Igen, tényleg túljutottam az életem felén, és ez egy számvetésre ösztönzi az embert. Azért remélem, bár eléggé sűrű korban élünk, hogy nem kell majd osztoznom nagyapámnak és dédapámnak a sorsában. Az egyiknek 46 éves korában teljesen ketté tört a pályája, a másik pedig ősi halált halt az első világháborúban. Nem jó felé halad a világ, de azért remélem, hogy ez a sors elkerül engem és mindannyiunkat ebben az országban. Három éve döntöttem úgy, hogy abban a zsákutcában, amelyikben volt az ország és van az ország, és amelyikben én is úgy éreztem, hogy benne vagyok, ebből a zsákutcából én kisétálok. És nem is kívánok a jövőben ebbe a zsákutcába soha többé visszamenni. Abban bízom és reménykedem, hogy majd olyan utakat sikerül építeni nekünk, mindannyiunknak, amelyik már valahova vezet, nem csak a nagy semmibe, vagy egy erős betonfalnak. Ami igazából elindított, és az is megtisztelő, hogy olyan embereket látok a sorok között, most egy igazi halálra ítélt hős érkezik a személyben, és mindenkit nem fogok részt kiemelni, de történelmet értő és ismerő emberek vannak itt a teremben, és pontosan tudják, hogy a mai bajainknak az egyik nagy gyökere és oka az, hogy nem nézünk szembe saját magunkkal. Mindig azt keressük a másikban, hogy te miért nem nézel szembe a saját hibáiddal, bűneiddel, vagy ilyen-olyan cselekedeteiddel, de arra nem gondolunk, hogy ezt mi magunk is megtegyük. Ezért aztán vicsorgunk egymásra, meg tüsköd békát kiabálunk egymás felé, és valójában nem értjük, hogy kik vagyunk mi kortársak. Pedig nem Mars lakók, vagy valamilyen tőlünk független fizikai törvények alakítják a sorsunkat, hanem mi magunk, egyenként. Talán az én kislányaim 10 és 13 évesen még nem, de mindenki más, aki ebben a teremben van, személy szerint is felelős azért, ahogy én, és én magam is. Ez a kötet arra próbált buzdítás lenni, saját magam meg mások buzdítása, hogy vessünk számot azzal, hogy honnan jöttünk egyénileg, vessünk számot az őseinkkel, akármilyen családból származunk, vagy akárhonnan jöttünk, vagy gyökereink meghatároznak bennünket, és szűrjük le a tanulságokat. Mert ameddig nem tudjuk azt, hogy mi áll mögöttünk, és hogy mi mik vagyunk, kik vagyunk, addig bizonyosan nem fogunk tudni a jövőt építeni, és addig nem fogjuk tudni megérteni más emberek baját, nyomorát, problémáját. Ha valamit sikerül ebből a szembenézésből átadni a gyerekeknek, csak hogy a konkrét kérdésre is próbálják válaszolni, akkor azt hiszem, hogy elértük a célunkat. Nem tudom, hogy egy szülő lényegesen ennél többet mit tud tenni, mint hogy tanúságot tesz arról, aki és ami ő. És hát tanúságot tesz mondjuk Istenről, ha éppen hívő ember. De ha nem hívő, akkor arról a humánumról és becsületről, ami vezérelni kell ezt a világot, vagy kellene, hogy vezérelje ezt a világot. Úgyhogy ez a kötet igazából erről szól, és én azt nem várom el a gyerekektől, hogy ezt megértsék, mert hiszen én sem feltétlenül értem a maga teljességében, és ha értenénk mi emberek, akár meddig is élünk a halálunk pillanatáig, ezt megértenénk, azt a létezést, amiben mi vagyunk, akkor nem születne irodalom, akkor nem lennének nemzetek, akkor nem lennének háborúk, akkor nem lennének békekötések, és nem lenne egy csomó minden. Akik itt vannak, szinte mindenki személyes jó ismerősöm, barátom, rokonom.
Vannak olyan emberek, akiket mostanában ismertem meg, vagy mostanában kerültem közeli kapcsolatba velük, igazgatóra például Iványi Gáborral egy kicsit régebben, és az önök, a ti példátok is az, ami nekem útmutatót ad, és azt hiszem, hogy nagyon sokaknak útmutatót adhat. És egy csomó olyan ember van itt, akik a közéletben is aktív szerepet vállaltak és vállalnak, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy egymásra is úgy tekintsünk, mint példára, akár ha hibákat követel az ember, nyilván én is elkövettem egy csomó hibát, meg van egy jó pár dolog, ami kérdőjeleket vet fel az emberekben. Remélem, hogy ez a kötet most nem arról szól, mert 94-ben megállok a történetmeséléssel. Egy-két esetben túlléptem 94-en, de alapvetően, sőt, egyáltalán nem szól ez a kötet aktuál politikáról, de a magyar társadalomról, a valóságról nagyon is. Amikor falun vagyunk, vagy városban, vagy akárhol, a gyerekekkel próbálok aktívan abban a közösségben élni, ahol éppen vagyunk. Úgyhogy remélem, hogy a magyarság megismerését, a hazánk és a világ megismerését át tudjuk nekik adni. Ez olyan szép volt, hogy akár zárszónak is jön benne, de hát én azért visszatérnék a kezdethez. Egyszer egy szerzőjelölt felhívott, hogy kizáró oke, hogy ő volt miniszter. Hát mondom, önmagában nem elég, hogyha a kéziratot beküldi, ez majd sokat segít. És hát itt is egy kicsit ambivalens érzéseim voltak, mert egy nagyon nagyszerű szerkesztő, Domokos Mátyás, egyszer egy belső használati lektori jelentésében egy önéletírásnál azt írta, hogy micsoda igazságtalanság a sorstól, hogy az, hogy Thomas Mann mit reggelizett, érdekli az embereket, begyön illető, mit csinált egész életében. Itt tehát kettős hátránnyal indult a szerző, a szabad így fogalmaznom, és viszont engem meggyőzött, hogy abban a sorozatban, ami nálunk van, és ott tulajdonképpen Lelkész úr is megjelent egyszer a Magyarország felfedezése sorozatban, az első között, az első rész, de a második résznek a közepétől is. Olyan szociográfikus mélységű írások vannak, amik bőven alkalmasak lennének a nálunk megjelenő sorozatban. Visszautasított a kuratórium, csupán a maga a döntés indoklása nem tetszett, szerint is meg szeretnék hozni a kiadót attól, hogy ilyet vállaljon. Én mondtam nekik, hogy ők gondolkozzanak a saját fejükkel, így megpróbálok az egyébben, bár nehéz, de mégis, de mondom, az elutasítás maga nem. Viszont nekem addigra már megtetszett a kötet, úgyhogy Ábenc, Lapáta, Lipáli, és akkor innentől majdnem egyenes útja volt ahhoz, hogy itt most ez bemutatásra kerüljön. De ténylegesen az is meggyőző volt, hogyha fölvetődne, hogy miért is jelentettem meg. Pont egy órával ezelőtt a Margó Fesztiválon egy másik könyveket, Osváth Ernő szerkesztő levelezését kellett köszönteni a közönséget, és akkor nézegettem a kötetet, és a kötet címe az, hogy tessék szint vallani. Tehát ez egy olyan mondat, amelyik igazából érvényes, hogy ne bújjunk el a felelősség alól, egy kiadó előbb-utóbb vagy kiadja a könyvet, vagy nem. Tehát itt a színvallás az kézzel tapintható és látható. És hát persze minden önéletírás egyben egy szobor készítés is jó esetben, hogyha több dimenziós, rossz esetben csak egy festmény. Tehát igazából meg akar felelni annak a képnek a szerző, amit közöl, és biztosan kimaradnak olyan részek, amiket valamiért nem szeretne. De önmagában ez, hogy miket, milyen értékek alapján is, mit akar közvetíteni, mi a számonkérése, mit vár el az olvasótól, hogy ő is hasonlóként viselkedjen, vagy milyen minta az, az igencsak meggyőző. De bocsánat, nem akarok sem értékelni, sem elmesélni. A kiadó is, mint minden olvasó, valami elvárással szokott egy műhöz közelíteni, hogy valamit vár tőle. Mit vár az olvasó? Talán őszinte beszédet. Egy kortársnak az álláspontját, a véleményét. Ez talán öntelnek tűnhet, hogy akár bárki elmondhatja a véleményét, és azt nyomtatásban kiadják, de én faluhelyen éltem meg azt, hogy milyen hátrányban vannak azok az emberek, akiket a munkájuk nyomán mondjuk nem hívnak be a televízióba rendszeresen, vagy nem szerepelnek a rádióban,
nem írhatnak publicisztikákat különböző lapokban, nekem ez megadatott korábban, tehát akik nem tudják a hangjukat hallatni. Mert egyszerűen azt mondja az értelmiségi többség, hogy nem érdekes az ő szavuk. És azt láttam, hogy az ő életük is borzasztóan érdekes. Érdekesebb helyenként, mint az én történeteim, az én saját családi történeteim. És ez egy igazságtalan dolog. Most tehát, hogyha mindannyiunk története érdekes, akkor talán az én történetem is érdekes. Már azok számára, akiket érdekel az, hogy mi, mint nemzeti közösség, ha úgy tetszik, mit gondolunk a saját közösségünkről és a világról, és miért úgy hozunk döntéseket, és miért olyan döntéseket hozunk, ahogyan és amilyeneket. Tehát ezt az őszinte beszédet próbálom ajánlani mindenkinek. Talán ez egyfajta újszerűséget vihet bele a mai gondolatokba. És talán még egyet, hogy akármilyen kisebb vagy nagyobb szerepet vállal valaki a közéletben, és akár nincs is már benne a közéletben, még bele visszamehet, vagy nem megy vissza, nem érdekes, de tanúi vagyunk egy kornak, amelyben élünk. És ezt a tanúságtételt nem csak miniszterelnököknek, államelnököknek, világhírű operaénekeseknek és sportolóknak kell elmondani, hanem mindannyiunknak, akik valamilyen módon egy kicsit közelebbről láttuk a döntések meghozatalának folyamatát, valamilyen szinten mi is részt vettünk bizonyos döntésekben. Kutya kötelessége elmondani, átadni a másik embernek és a honfitársainknak ezeket a tapasztalatokat. Hogy legyenek viták, hogy összerakjuk a saját emlékeinket, a saját értékrendünket, hogy bezsegjen valami a szellemi életben. A politikai közéletben Magyarországon olyan értelemben memoárirodalom vagy társadalom értékelés, ami túllép a propagandán, vagy az egyéni magyarázkodáson és önigazoláson, ez nem nagyon létezik. Talán professzor úr itt a második sorban ezt meg tudja erősíteni, hogy a két világháború között volt azért memoárirodalom Magyarországon, vagy onnan származik. Én, mint teljesen laikus történelmet kedvelő ember, azt láttam, hogy ezek inkább önigazolások. Nyugat-Európában, Egyesült Államokban, máshol állami vezetők, nem csak a legmagasabb szinten, hanem középszinten is, tételesen, pontosan feltárják a saját működésüknek minden szeletét, dokumentálják, dokumentumokkal bizonyítják, hogy miért ilyen vagy olyan döntéseket hoztak. Ez, aki az adófizető pénzéből él, szinte kötelessége is lenne. Amerikában ez szinte elvárás. De azért is fontos, hogy az utókor is lássa azt, hogy miért alakult úgy az életünk, ahogy alakult, annak nyomán, ahogy emberek szavazatainak jóvoltából mondjuk választott vezetők úgy döntöttek, ahogy döntöttek. Én nem voltam ilyen magas szinten, de azt gondolom, hogy például az a korszak, ami az Antal kormányt illeti vagy jelenti, az az első néhány év, amikor én ott dolgoztam, ez egyáltalán nincsen feldolgozva. Néhányan írtak erről visszaemlékezés, de egyáltalán nem azzal a precizitással, amit én mondjuk megszoktam nyugat-európai memoárirodalomból. És ez nagyon fontos, mert a rendszerváltozás terheit nyögjük még mind a mai napig. Ezért lényeges lenne szembenézni azzal, nagyon kritikusan, önreflexív módon, hogy miért úgy történtek a dolgok, ahogy történtek. És örülök, hogy van itt olyan kollégám, akivel az Antal kabinetben együtt dolgoztam, az egy hőskor volt, és jó arról beszélni, hogy léteztek talpig becsületes vezetők akkor, és léteztek olyan vezetők az akkori ellenzék padsoraiban, akik rengeteget tettek azért, hogy ez az ország, ez más ország legyen, mint itt, amivé az elmúlt 20-24 általán elvesztegetett évtized végül is kihozta. De jó, hogy vannak tanúságtevő emberek, és ezek közül néhányan itt is vannak, és az egyiküknek átadom a szót.
Valahol itt szeretném elkapni újra a fonalat, és visszatérek ahhoz, hogy vajon ez a két édes lány értette, vagy de érteni fog bizonyára sok mindent a könyv, és akkor is le kell írni, ha most még nem értik, de majd egyszer meg fogják érteni, meg újra oda kapcsolom a gondolataimat a rohamra induló elődöthöz, aki megpróbálja a lehetetlent, és a többiek visszavonultak és elbújtak, ő akkor is kirántja a kardját, és előre indul. A könyvednek a 180. oldalán, 181. oldalán a rendszerváltás körüli pillanatokról azt írod, hogy közögi értelemben valódi rendszerfordulat szemtanúja lehettem, társadalmi kulturális téren ugyanakkor csak annyiban történt változás, amennyiben az emberek simulékonyan, de csak a legszükségesebb mértékig alkalmazkodtak az új közjogi berendezéshez annak érdekében, hogy valójában minél változatlanabb formában átmenthessék a Kádár és elődje a Horthy éra stílusát, így aztán logikusan vált az új rendszer is egyre korruptabbá, hogy azután a bűnszövetkezet fogalmi meghatározása se legyen túlzó a későbbi viszonyok leírása kapcsán. De hát te a rendszerváltás körüli időre gondoltál, és ilyesmi, hogy valami későbbi időkben valami bűnszövetkezet gondolata felmerüljön egyáltalán, ez hogy is juthatott eszedbe. De az előző oldalon azt mondod, hogy semmivel sem rosszabb, ha az egyik ember él vissza a másik kiszolgáltatottságával, vagy ha valaki meggyalázza a másikat annál, mint amikor a hatalmat birtokló kevesek élnek vissza irgalmatlan eszközeikkel a kiszolgáltatott többséggel szemben, amelyet pedig nekik, a hatalmon lévőknek szolgálniuk kellene. A despotizmus, autokratizmus, korrupció, mind undorító, aljas dolog, egyszer s mint bizonyíték gerinctelenségre és egy demokratikus közösség vezetésére való alkalmatlanságra. És még mindig a kérdésben maradva, a kerék nagypapa, politikus nagypapa bemutatása mellett a másik leghosszabb fejezet, ez a tiszta közélet, ez a disszertációnak is felérő 50 oldalas, nagyon komoly lábjegyzettel ellátott, ennél sokkal kevesebb lábjegyzettel és valódi lábjegyzettel ellátott dolgozatokért kaptak doktori fokozatot némelyek, de ez megjelent a, és nem egészen eredeti gondolatok, az életben eredeti gondolatok vannak, ez a Szabadság és Reformintézet honlapjában, az Élet és Irodalom 2011. augusztus 19. számában is szerkesztett formában megjelent, amiben az alcím szerint a korrupcióról különös tekintettel a magyar párt és kampányfinanszírozás újra szabályozásának szükségszerűségéről indítottál egy nagy gondolatot, és akkor így ugrálva megint vissza hős, rohamozó ősödhöz, hát van-e remény arra, hogy az embert nem hordágyon hozzák le egy ilyen küzdelemben, hogy érdemes-e neki szaladni ennek a csúcsnak. A rendszerváltás pillanatában téged, ahogy én itt olvasom, idegzuhanyként ért, hogy akkor is, hogyha volt körülötted néhány tiszta ember, aki picit bele is halt ebbe, lásdantam József is ebbe az egész történetbe, de rögtön láttad annak a tüneteit, hogy itt valami nagyon hosszú ideje meg nem gyógyított, és ki nem tisztított valami van, minek egyik része korrupció, másik része gyávaság, vagy múltagadás, vagy egyáltalán a múlttal való szembenézés képtelensége. De ez az egyik ok, ami miatt te igyekeztél viszont szembenézni a múltaddal, de hogy lehet-e máshogy lejönni erről a dombról, mint hordágyon és elvérző sebekkel. Van-e értelme politizálni, van-e remény arra, hogy ezeket az évszázados reflexeket valami módon meg lehessen gyógyítani? Kérdés.
ha nem gondolnám azt, hogy van remény, és hogyha nem lennének csak itt ebben a helyiségben olyan emberek, akikről tudom, hogy ugyanezt képviselik, amit én vagy ők még előbb képviselték azt, amit én is, akkor nem írtam volna meg ezt a könyvet. De az a döbbenet számomra, hogy ma már nincs kire hivatkoznunk, vagy mire hivatkoznunk, külső hatalomra, elnyomásra, lehetőségek hiányára. Tehát mi szabad akaratból döntünk úgy, hogy úgy élünk, ahogy élünk. Senkire nem hivatkozhatunk. Rengeteg olyan példa van kis országok esetében, Benelux államok, Új-Zéland, más államok esetében, amik kis országok, Magyarországnál is kevesebb lakossal, világ vezetői közül tudnak kitermelni, úgymond maguk közül embereket, vezetőket, meghatározó befolyással vannak arra, hogy ezen a földön hogyan mennek a folyamatok gazdasági, politikai, kulturális értelemben. Egy idealista vagyok, és ezen régen rájöttem erre, meg nyilván így is lettem nevelve, és ezen nem akarok változtatni semmi szín alatt. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne az ember realista. De azért mégis kell egyfajta, szerintem, a megszokás elutasítása ezekkel a hatalmi visszaélésekkel szemben, ami gyakran talán naivitásnak tűnhet föl, de valójában inkább egy olyan értékrend makas képviseletének, hogy egyszerűen nem akarjuk elfogadni azt, hogy egy közösség a saját érdekeivel szemben hozzon döntéseket. Miért nem tudunk, ha látjuk a problémákat, miért nem tudunk egy kicsit nagyvonalúbbak lenni egymáshoz? Miből áll az, hogy ne akarjuk minden áron elvenni a másét? Tehát senki nem kényszerít erre. Nincsenek idegen megszálló csapatok, hogy nekünk megalkuvóként kelljen mondjuk egy párthoz csatlakozni, egyszerűen túl akarunk élni. Rengeteg tisztességes ember támogatta formálisan a diktatúrát, holott egyáltalán nem volt diktátor hajlagú, és abszolút humanistaként élte az életét. De miért ragaszkodunk ma is makacsul ilyen beidegződésekhez? Miért nem képviseljük akkor is azt, amit jónak képzelünk és gondolunk, ami a közösségünket előre viszi? Miért hagyjuk, hogy legyenek Magyarországon olyan települések, ahol nincsen iható csapvíz, ahol nincsen csatornahálózat kiépítve, ahol nincsen normális oktatáshoz való hozzáférés? Miért hagyjuk ezt? Na most, én ahelyett, hogy az ember persze ostorozná a többieket, másokat, tegyük fel a kérdést, hogy én egyénileg mit tettem, amikor olyan helyzetben voltam, és mit tehetek még, ha olyan helyzetbe kerülök, és mit tehetnék ahhoz, hogy olyan helyzetbe kerüljek, hogy ezen a helyzeten változtatni tudjak. Mi az a kompromisszum határ, amelyet én már nem vagyok hajlandó átlépni? Mi az, amikor én azt mondom egy közösség vicsorgására felém, hogy nem vagy lojális, hogy kibeszélsz a közösségből, akkor, amikor az ember már nem hajlandó leplezni hazugságokat és csúsztatásokat, hogy finoman fogalmazzak. Tehát egyszerűen nem vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy középkoruként, de akár fiatalabb emberek esetében is ne változtathatnánk a saját sorsunkon. És nap mint nap azt látom, hogy nem akarunk változtatni a sorsunkon. Nagyobb kockázattal jár az emberek többsége számára az, hogy változtassanak, úgy gondolják, hogy olyan dolgokról kell lemondaniuk, amikről nem akarnak, mert akkor mindent feladnak, mint az, hogy ebben a pocsolyában ellegyünk valamilyen úton, módon. Én azt gondolom, hogy az adja a reményét annak, hogy itt változtatni lehet,
hogy sokan gondolkozzunk így, hogy sokan ne legyünk megelégedve azzal, amiben élünk. Hogy sokan merjük azt mondani, hogy a falka szellemet elutasítjuk, elutasítjuk azt, hogy hát csináld így, ne dugd ki a fejed, mert akkor abból baj nem lehet. És ezt valahogy össze lehet azzal egyeztetni, azzal a mondással, hogy a hazáért nem meghalni kell, hanem élni. Nyilvánvalóan ma senkinek nem kell az életét feláldoznia annak érdekében, hogy szolgálja a közösségét a maga területén. Senkinek. Senkinek. Akikről úgy gondoljuk, hogy őrült nyomást gyakorolnak ránk adott esetben, azok a mesztelen királyhoz hasonlóak. Miért nem merjük bátran azt mondani, hogy aljas dolog, amit képviselsz, barátom. És ha eddig barátom voltál, mert úgy csináltál, hogy a barátom vagy, akkor lépjünk ki ebből a körből. Mert lojálisak az értékrendünkhöz legyünk, meg azokhoz a társakhoz, akik hasonló értékeket vallanak, mint mi. Az egyik ok nyilvánvalóan, ami akár egy ilyen számvetésre is embereket indíthat, az az, hogy a hozzám hasonlóak gyakran kerülnek ilyen hasznos idióta szerepkörbe. És ezt bármennyire is, hogy mondjam, nem szép dolog az embernek elismerni magáról, hogy adott esetben kihasználják, vagy hagyja, hogy kihasználják, és ilyen hasznos idiótának tekintsék, ezzel is szembe kell nézni. Fel kell nőni ahhoz egyébileg is, ahhoz a életfeladathoz, hogy az ember azt tudja mondani a társainak, vagy az addigi társainak, hogy gyerekek, nem éri meg. Nem éri meg tovább menni azon az úton, ahogy amilyen úton előre mentünk. Ha nem láttam volna például egy olyan miniszterelnököt, Antal József személyében, és erről írok a könyvben, aki azt tudta mondani, amikor neki egy kollégája azt mondta, hogy most megvásárolhatjuk a magyar nemzetet. Az MDF megszerezheti meg a kormány a magyar nemzet. És azt mondta Antal József, hogy erről többet nem akarok hallani, van egy szint, amit nem, de pont amit nem lépünk át. Tehát ha nem lennének ilyen emberek a közösségünkben, ha nem lenne, most név nélkül mondom, például olyan lelkész, aki nem adja be a derekát csak azért, hogy a közösségét keblén hordozzák akárkik, akik most azt gondolják, hogy bárkit a keblén hordozni általuk nyújtott kegy. Ha nem lennének olyan függetlenül gondolkodó értelmiségiek, akik vállalják a véleményüket, és mondjuk vállalják azt is, hogy ezért nem kapnak majd ilyen-olyan megbízásokat, írásra, tanácsadásra egyebek. Ha nem lennének ilyen emberek, akkor azt mondanám, hogy teljesen fölösleges megírni ilyen könyveket, teljesen fölösleges bármit is papolni értékekről, meg egyebekről, de vannak ilyen emberek. Adjunk erőt egymásnak. Szerintem ez a legfontosabb. Mert van megoldás. Sziklaszilárd meggyőződésem, hogy van megoldás. Na de itt kell még egy idealistának is ravasznak lennie, mint a rókának, és éles eszűnek lenni, és még egyszer nagyon-nagyon türelmesnek. Türelmesnek. Ehhez is nyilván el kell jutni egy életkorba, hogy az ember azt mondja, hogy nem kell minden csatát megnyerni. Nem kell. El kell engedni csatákat. Ez nem az én háborúm. Ez nem az én küzdelmem. Vívják meg azok, akiknek most ez a küzdelmük. Ha beleszállok, akkor lehúz a hidra. Akkor megint egy örvénybe kerülök, és nem érdemes a holnap érdekében csatákat vívni. Nem érdemes. A jövő érdekében, a távlatok érdekében, igen, azért érdemes. És én is voltam olyan helyzetben, hogy azt gondoltam, hogy egy jó sajtótájékoztató megtartása, vagy egy jó publicisztika megírása, hát az egy fantasztikus dolog, és az a csúcs. Egyáltalán nem. Azok eszközök adott esetben. Távlatosan kell gondolkozni, és ez nem könnyű, és nem könnyű még az értékes embereknek sem, mert azt gondolják, hogy ha egyszer elutasítanak egy lehetőséget, kikerülnek az úgymond pixisből, és oda már nem lehet visszajutni. Pedig vissza lehet, meggyőződésem, hogy vissza lehet. És vissza is kell. De hogy mikor és hogyan tudunk mi
összekapaszkodni hasonló értékeket valló emberek, az az igazi komoly kérdés. És arra egyelőre nem tudom a választ. De azért van még Magyarország jelen pillanatban, ilyen történelem után, mert volt türelmük, amikor türelmesnek kellett lenni honfitársainknak az építkezésre, szellemi lelki építkezésre, és volt bátorságuk cselekedni akkor, amikor kellett. És nem törtek meg mondjuk a börtönben. És vissza tudtak jönni a Vitófalról is, hogy tanúságot tegyenek később. És vállalják akár a megvetést is, meg azt, hogy egy szobor elől elhurcolják őket kényszerrel, és nem érdekli őket, és mégis visszamennek a szoborhoz, és akkor is tanúságot tesznek az értékeikről, amikor ezért mondjuk gumibot jár. Hát szerintem ez ad nekünk reményt. A percemberkéknek még szobrot hosszú távon nem állítottak föl. Hatalmas szobrot is ledöntöttek annak idején 56-ban. Azoknak a szobrához rakunk virágokat, meg koszorúkat mind a mai napig, sok száz évvel ezelőtt meghalt emberekhez, akik maradandót alkottak. Nehéz nem visszarántani ezt az emelkedett részt egyszerű földi halandó szintjére, mert nem is tudom, hogy érdemes, de mégis megpróbálkozom vele, mert ugye itt meggyőződésem, mondjuk a rendszerváltás elérkezett, akkor az ország döntő része, belépve a jobban képzetteket is, felkészületlenül várta, hogy mi is fog történni. Az egyetértés akkor korlátlan volt abban, hogy minden jó, meg nem kellene két megszállók, és korlátolt volt abban, hogy mi legyen. Tehát igazából senki nem tudta, hogy melyik párt mit mond. Borbándi Gyula járt itt a Szabad Európa Rádiótól, akivel jártuk az országot, és elmondta, hogy melyik pártnak mi a üzenete és mit szeretnének majd képviselni. Innen tudtam meg, de döntően maguk a pártagok is onnan tudták meg, hogy mit is szeretnének. Tehát kiforratlan volt, fölkészületlen volt az ország. 1950 egy gondolkodó, amikor Oroszország az első forradalom történt, kérdezte, hogy nálunk nem kellene egy szocialista forradalom. Erre azt írta, hogy nem lehet átugrani a fejlődési fokokat, előbb építsük föl a kapitalizmust. Hát nálunk ez még nem sikerült, még ezt a fejlődési fokot sem, és amikor számon kérjük, hogy miért nincs olyan demokrácia, mint Svédországban, Magyarországon, akkor nem jókat kérdezünk, és nem is ez az irány. Ha már könyvkiadó vagyok, akkor két dolgot mégis megemlítenék, hogy egyszer egy értékvizsgálatot, ami Magyarország és az európai értékrend közeledését volt hivatott vizsgálni, az derült, hogy nem közeledünk. Ha le akarok folytatni, mi volt az eredmény, akkor tulajdonképpen Magyarországon az emberek szocializmust akarnak királlyal. Hát tulajdonképpen, ahogy én nézem, ezt előbb-utóbb mindig megkapják, és itt a könyvben is előfordul, hogyha van János királyunk, akkor utána lesz egy másik királyunk, aztán megint lesz egy királyunk. Tehát valahogy így van a mi logikánk. Egy másik könyvben, amelyik a választások ellen szól, mert hiszen a uralomra kerül egy párt és kormányt alakíthat 5 évig, vagy a mandátum a végéig, az a feladata, hogy ismét megnyeri a következő választást. Gondolnánk mi, hogy a köz javára, az ország gyarapodására, és nem ez a célja, és ezt tudomásul kell venni. És akkor a régi görögök ugye mindig visszatérnek, hogy ők mit csinálnak. Hát részben a képviselőket sorshúzással választották. Hát Izlandon majdnem bevezették ezt az ötletet, de utolsó pillanatban mégis a parlament eszi, azt pedig olyan nagy kockázata nem volt a dolognak. Nem tudom, ugye probléma megoldó vagyok, a probléma szerencsére az én szintemben az, hogy mi kell ahhoz, hogy egy kötet megjelenjen, mi kell és hogyan lehet ezt jól eljutatni a közösségnek. Tehát szerencsére nem az én szintem, de azt, hogy a politikát én külső szemlélőként tudom csak nézni, az csak részben a saját, tehát nem is tagadom, hogyha szoktam mondani, hogy két ember lenne egy párt, és mind a kettő jelennék, akkor abból már rég kilépnék. Tehát én nem akarok magammal egyetérteni. De annak idején, amikor rendszerváltás volt, tele voltam még lendülettel, úgy gondoltam, hogy fölkészült vagyok, ez az én időm. Hát a kutyának nem kell. Őszintén szóval. Hát amikor ajánlottak egy jövő főigazgató állást a minisztériumban, akkor azt hál' Istennek nem fogadtam, mert lettem volna főigazgató, csoportvezető,
hogy megszűnt. Ez a cenzori rész meg volt, hál' Istennek az már nincsen. Igazi kérdésem, hogy itt megint ilyen fizikatanárom kérdezte egyszer, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj. Hát ugye erre meglehetősen nehéz válaszolni, de hogyha valaki úgy érzi, hogy ez mint a rúgó visszahúzódik most, vagy mit adott kipattanjon belőle, különben így érzékelem, de hogy milyen sanszok, vagy mik vannak, vagy milyen társaság, vagy milyen olyan közösségi lehetőségek vannak, hogy ezek az eszmék, ideák előbb artikulálódjanak, majd valahogy cselekvésé konvertálódjanak. Nagyon röviden, egyénileg is fel kell készülni bármire, amit szeretnénk csinálni. Egy orvosnak nyilván fel kell készülnie hosszú sok egyetemi tanulmánnyal, hogy jó orvos váljon belőle, mint apósomnak el kell mennie vidékre körzetorvost helyettesíteni, és körzetorvos mellett megtanulni az emberi természet csinyát és bínyát. Tudományos kérdésekkel kell foglalkozni, föl kell készülni minden szakmának. Teológiát kell tanulni egy lelkésznek, egy karitatív egyesületben, nem kell átalni, lemenni a fűtött utcába, és megérinteni a koszos beteg embereket, hogy segíteni tudjunk nekik, és hogy el tudjuk őket vinni, megmosdani, és orvosi ellátásban részesíteni őket. Ugyanígy nyilván a társadalom politikában meg kell ehhez érni, és fel kell készülni közpolitikai tudással, élettapasztalattal, hogy ne csak egy elefántcsontoronyban Budapesten gondolkozzunk arról, hogy milyen ez az ország, hanem menjünk el az emberekhez, mert az ország 4/5 nem Budapesten él, és teljesen más problémákkal küzdik, mint itt a fővárosban, például itt a 6. kerületben, de akár bármelyik kerületében a fővárosnak. Ez önmagában fogja már hozni azt, hogy az azonos érdeklődésű emberek kik, és hogy hogyan találunk egymásra, mint társakra. És nyilván minél komolyabban elemzi a helyzetét az ember, amivel nem lehet ugye megsporolni azt, hogy a múltat is föl kell tárni, és a múltat is szembe kell nézni, és ehhez a gondolathoz ismételten visszatérek. Akkor ez már adja a megoldást. De komoly ember valódi megoldással akkor beszéljen, amikor már a feltételei ennek adottak, mert a politikáról jó beszélgetni, de azt igazából csinálni kell. És hogyha valaki nem tudja csinálni, csak mindig elmegy és elemzi a médiában a helyzetet, és okosakat mond, akkor ilyen megmondó emberré válik. Én nem szeretem ezt a szerepet, vagy nem gondolom azt, hogy kényelmes felelősségvállalás nélküli helyzetből kellene azt megmondani, hogy mit kell csinálni az emberek boldogítása érdekében. Tehát a cselekvéshez föl kell készülni, a társak adottak, ebben az országban rengeteg cselekvőképes és kész ember van. A feltételeket kell egymás mellé rakni, és ebből a zsákutcából együtt kell és tudunk kijönni. Mivel nem tudom, hogy mikor fog esetleg igazgató vagy főigazgató úr, mi a titulus? Főigazgató úr, maradjunk ennél, és sosem tiltakoznak, hogy egy kicsit magasabbra teszi az ember a sajt. Igen, vezérigazgató, igen. Fővezérigazgató. Tehát, hogy mikor fogja fővezérigazgató belekezdeni a beszélgetésünket. Én azelőtt mindenképpen szeretnék a egyik első, nagyon líraian szép, irodalmian szép szövegből egy kis részletet felolvasni, a szabad. Tehát ő megengedi. De hadd mondjak annyit, hogy miközben végig gondolkoztam azon, hogy hogyan is rajzolódik ki a kötetből Ferenc Bácsi Szabolcsnak a jelleme, az arca, akit én szeretek és tisztelek, és nem véletlenül és nem iróniával említettem a Dombutó hangozó őst, visszatérek ehhez a képhez, mert a remény az egyik legproblematikusabb
szava a bibliai irodalomnak is. Az ember mindig azt hiszi, hogy ez vagy bejön, vagy nem. Na most a reményért, reményt életben tartani, és bízni abban, hogy van egy jobb világ, és hogy van a dolgoknak értelmük, és nem arról van szó, hogy az emberek kényelmesen újra és újra folytatják azt, amiből épp hogy kimásztak. Szóval a remény az a tiszta valóság, amiről csak azt nem tudjuk, hogy mikor teljesedik be. És lehet, hogy a nagyon messzi távolban, ahogy mindig várjuk a Mesiásnak a visszajövetelét, és csak nem jön, és az ember már azt gondolja, hogy kicsit jobban nem is jön. Mert hogy ez a várakozás, a dologra való készülés, vagy a dologhoz való viszonyulás az, ami bennünket meghatároz. Tehát ha valaki abban a korban sem enged a mértékből, amelyikben ez nem kifizetődő, és tájékozódási ponttá lesz, és akkor is, ha visszamenőleg 100 évre, és még előre menőleg is 1-2 évre a dolgok változatlannak tűnnek, akkor is ő az, aki a reményről beszélni tud, és életben tudja tartani azt a gondolatot, hogy egyszer talán ezeknek az édes gyerekeknek a felnőtt korában, vagy valamikor, máskor megváltozik az embereknek a múlthoz való viszonya, és a jelenükhöz való viszonya, és a jövőért vállalt felelősségük is. Tehát nekem tetszik az a kerékpárci Szabolcs, aki nem akar megalkulni, nem akar beállni a sorban, és hogy az életének ebben a pillanatában elmegy vidékre, és leül a folyópartra, vagy föl a hegynek a tetejére, és onnan szemléli a dolgokat, és meglátja azt, amit sajnos oly sok politikus soha nem lát, akkor is, hogyha onnan mélységről jött, akkor meg elfelejti. Szóval a könyv első részében ezek a kis forgácsok, ezek a kis szilánkok, fénylő szilánkok vannak, de ebben a folyó, az első, a Tiszáról van szó, és innen idéznék egy kis részt. Hazaérkezvén, és fontos így kezdeni a mondatot, szóval hazaérkezvén. Ugye az ige hirdetésre készülve az embernek nem szabad átsiklani egy látszólag lényegtelen szón se, és meglátni benne, hogy több van abban, és nem csak az, hogy megérkezik Budapestről a szerző, és kedve van lemenni a Tisza partjára. Szóval hazaérkezvén sétát teszek az erdőben, zöld lombú templomban járok, óvatosan lépkedve, mintha megszentelt hely lenne ez a föld. Zsizseg a bozót, és mégis csend van. Az első padsorokban a főhajó közepén az egyház legelkötelezettebb hívei ülnek, néhányan inkább mímelik a támogatást, minden esetre megengednek maguknak egy-egy harsányabb hangot, sárgarigók és kakukkok, a horgas csőrűek amott köröznek, ők minden fölött szállnak. Csendben lesnek prédára és pihentető ágra. Lejjebb az úr szerényebb szolgái, poszméhek, színes madarak, aféle sekrestyések, akik leveszik ugyan a sápot, de hagynak is a többieknek, mert az ártér aranyszabálya élni és élni hagyni. A földszínén rákcsálók szaladnak, néha felbukkannak, itt a vörös bundások is, meg pockok és patkányok, és persze foglyok és néhány ide tévedt fácán. Egyikük másikuk magasabb kaszt tagja, de földre kényszerültek, amolyan röghöz kötöttek, akik tudják a helyüket, még ha feszegetik is a határokat néha napján. Rezeg a nyárfalevél, susog a fűn, pokok rezdülnek a forró légben, megáll az idő, a folyó évezredek óta így szolgáltatja ki szentségeit, éltet és néha pusztít, jutalmaz és büntet, és bár sokan ágálnak ellene, végső soron senki nem merné azt állítani, hogy nem igazságos. És akkor most itt átugrok néhány szakaszt.
hogy a kis írás végére érkezzek. A tisza ekkor összesűríti az élőlények és a föld minden zavatát, és egy-egy sóhajtása szélnek ereszti, hadd hirdesse az örök lét és a mindenség reményét. A folyó, hal, fal, élet, felfrissülés és veszély. Alázat, méltóság, kölcsönös tisztelet, ember és természet, teremtő és teremtmény között. Itt ülök némán, és körbenézek. Műanyag palackok mindenhol, amott egy használt pelenka. Homokzsákok dobbantónak, mert jó ugrálni a vízbe. Csikkek, nejlonzacskók, napraforgó maghéjak. A strandhoz vezető út rendezetlen, a környezet ápolatlan. A természet bőkezű, minden szépséget és hasznot önzetlenül felkínál. Csupán egy apróságot kér cserébe élni és élni hagyni. Az emberen a döntés, hogy pusztít vagy épít, itt minden adottság megvan az építéshez, mégsem élnek vele a helybéliek. Van még remény? Kérdezem, szerző úr. Szóval ez egy optimista végszó volt. Van remény, igen. Tehát a figyelmet élesen érdemes fölhívni szerintem a magyar valóságra, hogy fölébresszük magunkat és egymást, mert enélkül azt hiszem nem tudunk előre lépni. Van remény, és ezzel a reménységgel adom vissza vezérigazgató elnök úrnak, a fővezérigazgató úrnak a szót, és magam részéről nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek jelenlétükkel. Megköszönöm, ha elolvassák a könyvet, és hogyha vissza is jeleznek, akár reflexióikról, hogy mit gondolnak a kötetről, akár hogy tovább tudjuk-e gondolni a közös sorsunkat, a közös jövőt. Köszönöm szépen! Igazából én is csak megköszönni szeretném, hogy eljöttek, a könyv pedig érdemes olvasásra, hogy melegen ajánlom, tehát nem mondtunk el mindent. Biztos lehet érzékelni és érezni, hogy ez egy komoly munka. Szívét, lelkét, tudását, érzéseit, jövőképét, mindent sikerült a szerzőnek sűrítve beletenni. Tessék Nescafé-ként nekizni, túlolvasztani, és akkor itt mindentől kezdve mindenki sajátjába kérdezhet, és talán föl is visülve túlébred túl. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm szépen, és egy kis borra forrására szeretettel várjuk.